Kellemes tévézést kívánok mindenkinek, ez már a Generáció ifjúsági magazinműsorunk. Nemrégiben a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet egy nagyon komoly dolgot indított útjára, a digitális oktatás számára, hát mondjuk úgy, hogy hatalmas jelentőséggel bír. Ez most már 11 iskola csatlakozott hozzá, meg is nézünk egy bejátszást, hogy pontosan miről is van szó. A sporttagozatos diákok, tornászok és vívók érkeznek történelemórára. Ezt hetente több alkalommal is megteszik, ezúttal azonban nem csak stábunk kamerája rögzítette az órát, hanem egy olyan eszköz is, amelynek köszönhetően az is gazdagodhat Ugrai Gábor előadásában, aki nem volt jelen a teremben. Az informatikai berendezésnek 3 kiemelt funkciója van, amellyel azt tesztelik, hogy a videókommunikációt, illetve az anyagrögzítést miként lehet beépíteni az oktatásba. A videokonferenciának a lényege, hogy olyan találkozók is létrejöhetnek, amik korábban nem tudtak volna a virtuális térben. A másik nagyon fontos az élő közvetítés, ez azt biztosítja, hogy a teremben lévő előadást, tanórát, szakkört, ünnepséget az interneten élőben figyelemmel kísérheti bárki, mindenféle jogosultság nélkül. Ez már a Videotórium nevezetű honlapunkon figyelhető meg, és ehhez kapcsolódik a harmadik funkció is, a tanóra rögzítése. A rendhagyó történelemórán a diákok az 1848. március 15-i eseményeket idézték fel. Március idusán Petőfiék elindulnak a Pilvax kávéházból, és végig fogjuk követni az ő útjukat egészen a nap végéig, egészen a Nemzeti Színházi. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló program során 11 nem fővárosi iskolában szereltek fel egy-egy tantermet ehhez hasonló informatikai eszközökkel. Az intézményben dolgozók és a tanulók már több alkalommal használták a berendezést, és az a terv, hogy a jövőben a lehető legjobban kihasználják a lehetőségeket. Az oktatásban használjuk az eszközt, ugye először, amíg még nem kaptuk meg a képzéseket, akkor a Skype-os óráink tartásához használtuk, hiszen ez nagyon alkalmas ez az eszköz. Rá, illetve a Videotóriumban ugye most kerülnek rögzítésre azok az első órák, amiket elsősorban a kollégákkal osztunk meg, majd nyilvánvalóan ezeket az órákat szeretnénk megosztani a szülőkkel is, illetve a gyerekekkel természetesen. A Jankay iskolában ezen a héten több órát is felvettek, amelyek mindenki számára visszatekinthetőek lesznek majd a világhálón. A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézmény vezetője, Tirjákné Prisztavok Ágnes a meghívott vendégünk, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Miért nagyon nagy jelentőségű ön számára ez a mostani, hát mondjuk úgy, hogy kezdeményezés, most már be vannak ezek azért építve az iskolákba, és hát azért fel is vettek gondolom, hogy pár órát. Mit mondanak a diákok, mi a véleménye a tanároknak róla? Hát tulajdonképpen ugye 11 intézményben van az országban elhelyezve ilyen szerkezet, amiről azért azt kell tudnunk, hogy fantasztikus lehetőség az oktatás számára, illetve bármiben, hiszen a felsőoktatástól kezdve az általános iskolán keresztül tényleg sok helyen lehet használni. Magyarországon rajtunk kívül még egy általános iskolában van ilyen kihelyezve, és úgy gondolom, hogy mind a belső szakmai munkát tudja segíteni, mind pedig az iskola nyitottságát. A számunkra azért is nagy jelentőségű, hiszen mi tartunk évente többször is olyan órákat, ahol Skype-on keresztül nemzetközi kapcsolatokat tudunk fölvenni, illetve azokat ápolni, illetve olyan órákat tartunk, mint például most legutoljára dél-afrikai tanulókkal volt óránk, nigériai tanulókkal találkozhattak a gyerekeink ugye a Skype-on keresztül, és ehhez ez egy fantasztikus eszköz. És gondolom, hogy arra is van még lehetőség, hogy akár egy olyan tanárt idézőjelbe hívjanak meg, egy olyan oktatót, aki esetleg tényleg konkrétan több ezer kilométerre van, és talán soha nem találkozhatnának vele a diákok. Igen, tehát maga a rendszer tulajdonképpen egy Videotóriumban zajlik, és ezen keresztül bárki számára elérhető. És mint említettem, hogy a nyitott iskola részben azt jelenti, hogy a mindennapokba betekintést nyerhetnek az érdeklődők, tehát fölveszünk egy tanítási órát, amit nyilvánossá teszünk, és ezt az érdeklődők, természetesen a szülők elsősorban, hiszen őket érdekli meg a gyerekek, meg tudják fogják nézni, de nagyon fontos a számunkra például az, amit a munkaközösségekkel ebben az évben kezdeményeztünk, hogy az így felvett órákat minden munkaközösségi tag például otthon megnézi, és utána összejövünk egy munkaközösségi foglalkozáson, szakmai napon, ahol ezt kiértékelve, reflexiókkal, önreflexiókkal ellátva, már a mostani megváltozott körülményekhez igazodva, tehát ugye a minősítés, a tanfelügyeletet figyelembe véve olyan szempontok szerint, a pedagógus kompetenciák szerint tudjuk értékelni ezeket az órákat, ami úgy gondolom, hogy valóban egy új lehetőség, hiszen nagyon nehéz lenne megoldani azt, hogy mondjuk mindenki egyszerre ugyanazt az órát megnézhesse, hiszen akkor ugye a tanítás valamilyen szinten mégis sérülne. Így viszont ezeket az órákat egy az egybe, ahogy fölvesszük, meg tudják tekinteni. Szakmai munka, szakmai fejlődés szolgálatába is tudjuk állítani, és természetesen a gyerekek is látják azt, meg a szülők is, hogy valóban hogy működik a gyermekük bent az iskolában. És nézzük meg először egy kicsit talán a tanárokat, az ő munkájukat. Én úgy gondolom, hogy az ő számukra is nagyon fontos lehet a visszacsatolás, akár, hogyha már most mondjuk, hogy 20 éve tanít. Mert talán mindig, meg, hogyha kívülről látjuk magunkat, azért nagyon sok mindent észre tudunk venni, nem? Így van. Tehát, mint ahogy említettem, tehát mindenki, ugye én magam is tartottam ilyen órát, úgyhogy tudom tapasztalatból is, nagyon fontos látnunk azokat a pozitívumokat, illetve esetleg hibákat, amiket az ember, hogyha a mindennapokban él, akkor észre sem veszi, és ez egy jó visszacsatolási lehetőség. És nyilvánvalóan fejlődési lehetőség is, hiszen ha tudom, hogy akkor ezt vagy azt elkövetem, akkor már tudatosan tudok arra készülni, hogy a későbbiek során ez ne történjen meg. Ugye, ami nagyon érdekes dolog, tehát a gyerekek számára is. Tehát sokan voltak, amikor visszanézik, hú, hát én tényleg így tartom a kezem, vagy én tényleg ezt szoktam mondani. És akkor ugye ezek olyan érdekes dolgok, hiszen az ő személyiségfejlődésükben is ez nagyon sokat jelent. És úgy gondolom, hogy a mai modern iskolában nagyon fontos az, hogy ebben a változó világban a technikát hívjuk segítségül arra, hogy a gyerekek fejlődjenek. Ugye, amit még hozzá kell tennünk, hogy azon kívül, hogy fölvesszük az órákat, ez egy olyan lehetőség, hogy az elkészített prezentációs anyagokat is a másik monitoron, mert ugye két monitorral rendelkezik a készülék, lehet követni, illetve jól láthatóan mindenki tudja akár elsajátítani az ottani tudást, akár visszanézni, akár a gyerekeknek arra, hogy nem kell mondjuk jegyzetelni az órán, hiszen ezt visszanézi, akkor tulajdonképpen megvan a jegyzete is. Tehát még többet tudunk talán elsajátítatni a gyerekekkel egységnyi idő alatt. Még talán arra is tökéletes lehet, most, hogy beszélgetünk, abba gondoltam bele, hogy természetesen az előfordul, hogy megbetegszik egy gyerek, nem tud ott lenni egy hétig, ezeket be kell pótolni, a tanórákat. Hát talán erre is tökéletes lehet, nem? Hogyha nem tudom, hogy működik, hogy hány órát szoktak feltenni, vagy minden óra fel van téve, egyszer kinéznek egyet-egyet, és akkor azokat teszik fel. Hát igazából ugye nyilvánvalóan, tehát azt nem tudnánk, hogy minden órát részben, ugye egy ilyen eszköz van, tehát ezt be kell osztanunk, és inkább azt mondom, hogy tantárgyanként kerülnek föl órák, hát ugye a legtöbb természetesen, mivel két tanítási nyelvű iskola vagyunk, azért angolul, angol órákat, civilizációs órát láthattunk már rajta, tanulásmódszertant angol nyelven, tehát hogy igazából ezek azok, amik talán a legtöbb található rajta, de az első osztályos matematikát, matematikától kezdve a magyar órán keresztül, tehát mindent igyekszünk föltenni, illetve hát volt rendhagyó irodalomóránk, hogy amikor a március 15-i eseményeket mutatta be a történelemszakos kollégánk, és én úgy gondolom, hogy hihetetlenül sokat tudnak tanulni a gyerekek, meg hát maga az eszköz adta lehetőségeket, igyekszik mindenki kihasználni és értékelni is. És az is egy újdonság természetesen, azért mostanában mondjuk úgy, hogy az élőnek van varázsa. Ilyet is lehet, igaz? Élőben, akik csatlakoztak már ehhez a rendszerhez, náluk is ki van építve, hát bele lehet tekinteni abba, hogy éppen a másik helyen mi folyik, így van. Egy ünnepségbe akár. Igen, tehát erre is volt már példa, hogy élőadást lehetett közvetíteni. Főként ugye ez a felsőoktatásban egy óriási lehetőség, hiszen egy professzornak az előadását, hogyha élőben tudja az ember akár az ország bármelyik részéről követni, akkor én úgy gondolom, hogy annak óriási jelentősége van. És hát nyilvánvalóan, tehát mi is ugye tervezzük azt, mint ahogy az előző évben, tehát ebben a tanévben ugye a két tannyelvű iskolák országos szakmai napját itt rendezték meg, Békés Csabán, hogy talán a jövőben akár egy ilyen nemzetközi konferenciát is tudunk majd rendezni a Videotóriumon keresztül. És akkor majd önökhöz fognak becsatlakozni valószínű. Így van. Vannak már ötletek, hogy kiket fognak meghívni, azért hát egy ilyen konferenciát összeállítani nem olyan egyszerű. Igen, ugye tehát országos konferenciát azt már rendeztünk, és minden évben ugye az ITFL tagok is vagyunk, tehát az angol tanárok nemzetközi egyesületének is tagjai vagyunk, és hát terveink között szerepel, hogy egy ilyen ITFL konferenciát is itt rendeznénk meg, ahol részben ugye a résztvevők eljöhetnek ide az intézménybe, és meglátogathatnak bennünket, de akik nem tudnak eljönni, azoknak természetesen kinyílik a világ, és a világhálón keresztül megnézhetik ezt a konferenciát. Egy kicsit pedig visszatérve még a tanárokra, az ő munkájukra, azért tényleg ez már, hogyha jól tudom, néhány hete indult el, tehát tényleg már több tanórát felvettek, és mit mondanak a tanárok? Hogy ők, mert mondta ön, hogy összeülnek utána a kompetencia, megnézik, hogy mit, hogy kéne, csodálkoznak? Vagy van olyan, hogy hoppá, hát ezt azért tényleg vagy nem úgy kell, vagy sokkal jobb is lehetek ebben, hogy vannak már ilyen visszajelzések? Mindenféleképpen. Tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a pedagógus az a típusú ember, aki a legritkább esetben elégedett azzal, amit már elkövetett eddig, és mindig úgy érzi, hogy még lehet fejlődni. Én úgy gondolom, hogy azok a kollégák, akik vállaltak ilyen órákat, ők mindenféleképpen azért a pedagógia csúcsán helyezkednek el, hiszen úgy gondolom, hogy a mindennapi munkánkat nyilvánossá tenni azért ahhoz azért kell egy szakmai elhivatottság és szakmai tudás is. És ami óriási visszajelzés a kollégák részéről, hogy tényleg örülnek annak, hogy az ő munkájukat a kollégáik hogyan tudják értékelni. Illetve, ahogy mondjuk a szülők megjelentek, és azt mondták, hogy hú, hát ez milyen fantasztikus volt, hogy így látni a gyerekeket, meg azokon a nyílt órákon, amikor bejönnek, mégis más. Mert mégis ugye itt ugye nincs gyakorlatilag a tanáron kívül más. Igen. Hát valóban élő szituációt tudnak a szülők is tapasztalni, illetve a kollégák is. És úgy gondolom, hogy a tanítási órák minden szépségével együtt tudják élvezni igazából, és visszanézni a saját óráikat, és ellátni ugye önreflexióval, illetve a kollégák pedig mindig tanulnak, hiszen úgy gondolom, hogy a legjobb fejlődés a pedagógusok számára az, amikor egymástól tudunk ellesni technikákat, és nincs olyan óra, ahol ne tudnánk tanulni egymástól. Ez ugyanolyan, mint ugye mindenki tehetséges valamiben, és hogyha ezeket a tehetségeket, ezeket összeadjuk, akkor én úgy gondolom, hogy ettől a pedagógus pálya, a pedagógusok szakmai fejlődése még jobban fog előre haladni. Mennyire próbálják egyébként a szülőket megszólítani ezzel? Ön is mondta, hogy természetesen már jönnek be, és van olyan információ, hogy úristen, csak azért jöttem, hogy elmondjam, hogy tényleg mennyire jó volt ez a tanóra, és mennyire örül, hogy akár a diák oda járhat önökhöz, hogy megpróbálják-e azt, hogy ténylegesen azért a legtöbb gyerek anyukáját, apukáját esetleg megkérdezni erről, hogy van ilyen? Hát terveink között szerepel. Ugye az intézmény értékelés a jövő évben lesz nálunk is időszerű, és úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen szeretnénk felhasználni ezeket az órákat is arra, hogy akkor a szülőktől véleményt kérjünk. És én úgy gondolom, hogy egy online rendszerben ez meg is fog történni majd a következő tanév elején, ahol már ugye tudjuk használni ezeket a korábbi órákat, illetve információkat. És gondolom, hogy nagyon jó minőségű hang, illetve képfelvételekről van szó. És igen. Itt ugye hát egy két tanítási nyelvű iskolánál borzasztóan fontos az, hogy folyamatosan halljuk a másik nyelvet, de másképp nem működik, mert hát nagyon sok embernek azzal van ugye problémája, hogy maga a hallás nincs meg hozzá, többször el kell ismételni, akkor ezt erre is tökéletes lehet, nem? Tökéletes, igen, nagyon jó autentikus anyagokat tudunk használni igazából az eszköz segítségével, illetve ugye, amit említettem, tehát, hogy olyan diákokkal tudunk online kapcsolatba kerülni, akiknek ugye anyanyelvük az angol például, ugye, mert volt már azért íriskolával is kapcsolatunk, akkor volt angoliskolával is kapcsolatunk, tehát ilyen Skype-os kapcsolatunk, és azért ez mindig meghatározó. És úgy gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy a mi diákjaink, akik a külföldi diákokkal ilyen szinten kapcsolatba lépnek, tehát érzik azt, hogy valóban, tehát a nyelv az, ami eljutatja őket az ismeretszerzés különböző szintjeire. Hiszen ugye alkalmazni, tehát ott nincs mese, ott alkalmazni kell a nyelvet, és meg kell érteniük, és az alapján csinálják a feladatokat, hiszen ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egy közös tanórát tartunk, és nyilván az ottani tanárral előzetesen egyeztetve, hogy mik lesznek a témakörök, tehát például mondjuk Magyarország bemutatása, illetve a saját otthonuknak a bemutatása. Ha ugye ez egy mondjuk egy nigériai iskola, akkor azért nagyon-nagyon eltérő szociokulturális körülmények között élnek a gyerekek, ugye, és olyan multikulturális tartalmakat tudunk akkor belevinni az egészbe, amitől úgy gondolom, hogy tehát ez a mi tanítványaink nyitottak lesznek valóban arra, hogy Európában vagy akár Európán kívül is tudják alkalmazni a tudásukat. Nyugodtan mondhatjuk szerintem, ezt önt így végighallgatva, hogy ténylegesen kinyílik a világ, és tényleg elhiszi még az a diák is, aki önöknél tanul, és úgy van vele, hogy na jó, hát azért ez kicsit csak sok, hogy nagyon nagy és fontos értelme van ennek az egésznek, és azzal is, hogy ők kapcsolatot tudjanak teremteni, külföldi diákokkal velük beszéljenek, meghallják azt, hogy ők hogyan értékelnek, hogyan látnak dolgokat. Talán ebből a szempontból is nagyon fontos lehet, úgy érzem. Igen. Tehát nagyon sok lehetőséget ad, és én úgy gondolom, hogy még az elején vagyunk, tehát még ezután fogjuk azért kiaknázni azokat a lehetőségeket, amik még benne vannak. Úgyhogy bízom benne, hogy egy jó úton haladunk. Ugye az intézményünkben tényleg az IKT kompetencia úgy gondolom, hogy az átlagosnál magasabb szinten van, tehát mind a pedagógusoknak, mind a gyerekeknek, hiszen azért mi már első osztálytól, ugye nekünk 146 tanulói laptopunk van, tehát a tanulói laptopokkal tudnak a gyerekek már első osztálytól dolgozni, hogy szavazórendszereket használnak a kollégák a tudás ellenőrzéséhez, tehát hogy tényleg igyekszünk a 21. század iskolájának megfelelni, és a 21. század kihívásainak megfelelni, hiszen a gyerekek már ebben nőnek föl, és úgy gondolom, hogy azért az ő informatikai tudásukhoz mindenféleképpen a pedagógusoknak is egy magas szintű informatikai tudásra kell, hogy szert tegyenek. Én nagyon jó ebbe is belegondolva tényleg, hogy ennyiféle jó dologra is tudjuk ezt használni, és nem csak arra, hogy az interneten esetleg olyan tartalmakat nézzünk, ami nem feltétlenül jó egy 18 év alatti diáknak, egy fiatalnak, hanem hát ez, amit beszéltünk, hogy kinyílik ezzel a világ. Én azt tudom mondani önöknek, hogy hát sok sikert kívánok majd a jövőben ehhez, és gondolom, hogy még nagyon sok mindent el lehet ezzel majd érni. Köszönjük nagyon szépen, köszönöm én is, és köszönjük a lehetőséget, és szívesen látunk bárkit a videotóriumunkban, amit meg lehet nézni a videotórium.hu honlapon. Köszönjük a beszélgetést. Önöknek pedig megtisztelő figyelmüket, további kellemes tévézést kívánok.